Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves zalszanyróriak! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Advent harmadik vasárnapra. Az első vasárnap az adventi útról beszéltünk, ami karácsonyhoz vezet. A másodikon Szent Miklósról, hisz Miklós püspök ünnepe volt. A harmadik, tehát a mostani vasárnap az adventi koszorúról szeretnék beszélni, hisz egy különlegesség van, ha valaki tudja, hogy a hagyományos katolikus kultúrkörben maga az adventi koszorú germán hatásra fenyőágból vagy magyarból készül. Négy gyertya van rajta, alapesetben három lila és egy rózsaszín. És a harmadik vasárnap lényegében a rózsaszín gyertyát kell meggyújtani, hisz azt mondja már a katolikus hitkör, hogy örüljünk, hogy legyünk boldogok, és nem sokára eljön a karácsony. Természetesen mi is sok örömöt várunk a karácsonyi ünnepektől, és mindenki a saját örömét, boldogulását várja. De tekintsünk ezen túl, ne csak a saját örömünkkel foglalkozzunk, hanem találjuk meg, hogy másoknak is hogy tudunk mi örömet és boldogságot okozni. Ezen gondolatok jegyébe nagyon jó szórakozást kívánok a mai naphoz. Egy óriási rét, ahol a gondolat nincs gózsba kötve, hogy sárkányt fúj a szél. Kell egy sűrű lombú erdő, sok énekes madár. Ott rejtőzhetsz a bánatoddal, hogy új erőt találj. Kell egy égig érő hercsúcs, mély szakadék, ott értelmet kap minden percen, mert porrá hull a szél. Kell egy mindent rontó nagy vihar, egy őszinte világ, hol a csodákat, mit elképzeltél, együtt éljük át. Kell egy egy asztal és egy szék, s az érzés mi halva volt, a napban olvad szél. Kell egy ember is, egy óriás, s az együtt mondott szó, hogy a szeretet az egyetlen, mind neked is, nekem is jó. Kedves megjelent ünneplők! Először is szeretnék köszönetet mondani a Szimat Állatvédő Egyesület nevében a felkérésért, és azért, mert oly sokan kiálltak mellettünk, hogy érdemesek vagyunk rá, hogy itt álljunk a város lakója előtt. Talán véletlen, talán a sors akarata, hogy pont a harmadik adventi gyertyát gyújtsuk meg, melynek szimbolikus jelentése az öröm. Örvendezés. Ma van örömvasárnap. Mi jut eszünkbe nekünk az örömről?
Milyen öröm is érhet minket, akik nap mint nap találkozunk a szenvedéssel és az embertelenséggel. Az, amikor látjuk, hogy egyre többen gondolkodnak már úgy, mint mi, hogy segíteniük kell azokon, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Míg egyesek az embereken segítenek, mi az állatokat választottuk. Az ő hangjuk szeretnénk lenni, mert ők nem tudnak szólni. Nem tudnak figyelmeztetni, hogy megőrizzük emberségünket. A legfontosabb, hogy segítsünk, ha megtehetjük. Azokon, akik rászorulnak. Legyen az ember vagy állat, hiszen mind együtt élünk ezen a bolygón. Karácsony táján rengetegen adományoznak különféle szervezeteknek, jobban megnyílik az emberek szíve a szeretet ünnepén. Elesettek és támogatásra szorulók viszont az év többi napján is vannak. Mi ezzel rászorultak egy kis szeletét vettük pártfogásunkba, de ez a kis szelet is csak rengeteg odaadással, munkával és szeretettel teljesíthető. Igaz, idealista megközelítés, de mégis milyen jó lenne, ha mindenki kiválasztana egy kis szeletet ebből a nagy halmazból, ami mellé odaállna, amihez szívét, lelkét adná. Nem kell nagy dolgot tenni a másik emberrel vagy állattal, hogy egy kis örömöt és szeretetet hozzunk az életükbe, és mosolyt csaljunk az arcukra. Egy apró gesztus, egy kicsivel több figyelem, egy érdeklődő kérdés, vagy egy kedves érintés, és boldogabbá válhat az életünk. Hisz ezzel magunknak is, és a másik léleknek is örömöt szerzünk. A segítségnyújtás pedig öröm. Öröm kapni, és ami a legfontosabb, öröm adni. Hadd zárjam egy idézettel köszöntőnket. A kutyák megtanítottak valamire, ők a legcsodálatosabb lények a világon. A kutyák mindannyian angyalok. Ők jól tudják, hogy örömet okoznak nekünk azzal, ha követik a parancsainkat, és mint tudjuk, a kutyák akkor a legboldogabbak, ha boldognak látják a gazdáikat. Ezeknek a csodálatos állatoknak csak is az a fontos, hogy nekünk örömet okozzanak. Érted már, miért mondtam, hogy mind angyalok? Mindenkinek örömteli és boldog karácsonyt kíván a Szimat Állatvédő Egyesület. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!